Az óvodai nevelés alapprogramjába beletartozik a mozgás, a mozgás kultúra, a mozgás fejlesztés. Gyenes Éva intézmény vezető szerint nem is véletlen ez a rendelkezés, mi szerint minden óvodában kötelező a tornaterem, illetve a tornaszoba. Arról már nem is beszélve, hogy maximálisan ki vannak használva? Minden ö, csoportnak heti programja van, és ugye ezt naplóba rögzítjük, hogy ö, mikor van melyik csoportnak testnevelés foglalkozása. Ugye legalább heti egyszer kötelező tartani, csoportosoknál heti kétszer. Ez ugye a szervezet mozgás, tehát ez nem egyenlő a szabadtéri mozgással, ugyanis a szervezet mozgásokban tanulja meg azokat a szabályokat, például egy gurulátfordulásnak a szabályai, vagy középtartást. Tehát ezeket az alapszabak már óvodáskorban a gyerek magába szívja, hogy ez néni abszolút szabályos utasítást ad, és akkor a gyerek előbb-utóbb ezt megtanulja. Ez arra jó, hogy ugye azért... Tudni kell, hogy 20-25 kisgyerek van a csoportban, és általában ezek a gyerekekben is tartózkodnak, kivéve nyilván a nagy betegségek idején. Tehát azért együttesen mozognak, tehát ezért kell ez a szabályrendszer, hogy nem elindulunk, és akkor azt csinál mindenki, amit akar, mert azért a helyszűke miatt azért ez baleset veszélyes lehet. Tehát ezek a szervezet mozgások így alakulnak ki, és a gyereknek így ad egy olyan tartás, egy olyan biztonságot, illetve egy olyan szabálytudatot. A szervezet mozgások mellett napi szinten megjelent lennek a kötetlen mozgások, amelyek helyszíne sok esetben az óvodai udvar télen is, hiszen mínusz 10 fokig kiviszik a gyerekeket az udvarra. Az óvodákban vannak sportfoglalkozások is, amiket már nem feltétlenül az óvónénik tartanak. Azért tartom ezt is jó dolognak, egy nem ütközik a napi rendi pontunkba, tehát ezeket az sportfoglalkozásokat úgy próbáljuk intézni, hogy mikor felkelnek a kisgyerekek és utána, vagy hely szűkében, mert azért nagyon sok foglalkozásra helyet kell biztosítani egy torna szobába, akkor korán reggeli előtt teszik meg ezt a tevékenységet. Itt már speciális foglalkozások vannak, így az óvodában, ugye vannak a foci, fejlesztések vagy kis bajnokságokat szervezünk, nem véletlenül kaptunk hét óvodában, már van ez a multifunkciós sportpályák ahol ugye nem csak focizni lehet, mert ezek a pályák alkalmasak arra, hogy a röplabdára, a zsinórlabdára, a kézilabdára. Tehát eleve azokat a kis alap dolgokat meg tudjuk tanítani, mi vagy egy külső edző a gyerekekkel, amely későbbiekben eldönti, hogy a gyerek merre fog orientálódni. Ugyanis azért már ebben a korban megjelennek ám a tehetségek, tehát azért azt lehet látni egy labdaérzéknél, hogy hogy kezeli a gyerek a labdát, akkor nyilván azt szeretjük arra fele irányítani, hogy valamilyen labdaját, játékot végezzen majd nagyobb korába. Járunk folyamatosan úszodába, mert ugyanúgy a vizet meg kell ismerni a gyereknek. A vízzel kapcsolatos tapasztalás nagyon fontos a gyereknek. Ugye nagyon sokszor félnek a gyerekek a víztől, pedig ugye az anyamébe vízbe vannak, és ez kitörlődik ez az emlék egy idő után, és ezért nagyon fontos, hogy hogy megtapasztalja, hogy milyen az a víz alatt lenni, vagy ha szemébe fröcskölődik a víz, és a többi. És nem beszélve arról, hogy mindig azt mondom, hogy egy kisgyerek elmegyünk nyaralni. Tehát az nagyon fontos, hogy egy gyereknek valamilyen szinten legyen egy vízbiztonsága. Mert olyan nincs, hogy egy zsúfolt strandon minden percét, másodpercét a gyereken töltjük már, mint a szemünknek, és azért milyen jó dolog az, hogy tudjuk, hogy a gyerek jól érzi magát a vízbe, tudja, hogy ha elmerül, akkor mit kell csinálni, tehát én nagyon fontosnak tartom az úszást. És erre mi kapunk is mindig lehetőséget, tehát az óvodák be vannak osztva, valaki egész télen jár, tehát télen is, nem csak jó időbe valaki 20 alkalmat vagy 10 alkalmat vállal, amit minden nap teljesítenek, tehát minden nap mennek az uszodába. ez az óvodákra van bízva. Jenes Józsefné elmondta még, hogy a Dunajvárosi óvodások rendszeresen járnak úszodába, találkoznak a focival, a kézilabdával, a birkózással, de még sakkozhatnak is, illetve néptáncolhatnak, modern táncolhatnak. A legfontosabb a mozgás szeretete és a különböző mozgás technikák elsajátítása.